Üdvözlöm Önöket, Önök a világhíradót látják, Tóth Géza vagyok. Az Európai Unió élesen bírálja a török vezetést, miután érvénytelenítették az isztambuli önkormányzati választás eredményét és új voksolást írtak ki. A márciusi választásokon az ellenzéki jelölt nyert a 15 milliós nagyvárosban. Erdoğan elnök szerint a szervezett bűnözés és a súlyos korrupció megtette a hatását a voksolásra, ezért kell azt megismételni. Hiába tevékenykedik közel egy hónapja főpolgármesterként az ellenzéki köztársasági néppárt jelöltje a legnagyobb török városban. A kormánypárt fellebbezésének helyt adva a helyi választási tanács elrendelte a március 31-én megtartott önkormányzati voksolás eredményeinek megsemmisítését, és új választásokat írt ki. Június 23-án lesz a voksolás. Nem szeretnénk, ha ez az időszak indokolatlanul elhúzódna. Amilyen gyorsan csak lehet, túl kell lépnünk a választásokon, fogalmazott a tanács kormánypárti képviselője. Recep Tayyip Erdoğan elnök pártja folyamatos támadás alatt tartotta az isztambuli önkormányzati voksolások eredményét, miután az iszlamista gyökerű Igazság és Fejlődés pártja kevesebb mint 15 ezer szavazattal elbukta a főpolgármesteri széket a városban, ahol egyébként 10 millió fölött van a választásra jogosultak száma. A helyiek arra számítanak, hogy a megismételt választáson is a kemalista jelölt győz majd. Ennyit a joguralmáról, de nem gond, elmegyünk és ismét leszavazunk. Szerintem ez az ügy még új szavazókat is hozhat a köztársasági néppártnak, mondja egy helyi lakos. Erdoğan egyébként a város főpolgármestere volt a 90-es évek közepén. Itt alapozta meg népszerűségét, amely később az elnöki székbe repítette. Az orosz nyomozók szerint pilótahiba okozhatta a Suhoi Superjet vasárnapi katasztrófáját. Ezt támasztja alá, hogy az utasszállítógép teli üzemanyagtartállyal landolt nagy sebesség mellett a seremetyevói repülőtéren. A pilóták viszont azt állítják, hogy villám csapott a gépbe, ezért kellett visszafordulniuk. A repülő Moszkvából Murmanszba tartott 78 emberrel a fedélzetén, de felszállás után fél órával kényszerleszállást hajtott végre. A gép kigyulladt és 41 ember bent égett, 37 embernek viszont sikerült kimenekülni a csúszdán. Nem ért véget az a hadművelet, amelyben Izrael célzott csapásokat mér a területét rakétákkal lövő gázai terroristákra. Erről beszélt Netanyahu izraeli kormányfő, miután életbe lépett a tűzszünet. Gázából a hétvégén százával lőttek ki rakétákat Izraelre, 4 civil meghalt, a károk súlyosak. Péntek óta több mint 700 rakétát lőttek a gázai övezetből Izraelre. Ezek egy részét semlegesítette a vaskupola rakétavédelmi rendszer, de több lakott területen csapódott be. 4 izraeli meghalt. Amint meghallottam a szirénát, bevittem az egyik gyereket az óvóhelyre. A férjem már odaért a másik kettővel. A testemmel óvtam őket és féltem, mondta egy zderoti nő. Ez a 9 éves lány egy közeli kibucban él pár kilométerre a gázai határtól. Az elmúlt napok történéseit a telefonjával örökítette meg. Nem merek kimenni, a félelem nem múlik el 2 perc alatt, az ember a gyomrában érzi. Nemrég még 700 rakétát lőttek ki ránk, mondta a lány. Anyja a történtek után el akart költözni, de lánya maradni akart. A nő azon gondolkodik, hogy az Instagramon profilt készít, hogy közzé tegyék lánya videóit. Aggódom, vajon jó anya vagyok-e, és hogy ez milyen hatással lesz a lányomra hosszú távon. Ki sem megy a szobájából, még a mosdóba sem, mondta a nő. Válaszul a rakétákra, Izrael terrorista célpontokat bombázott a gázai övezetben. A zsidó államban szerda este kezdődnek a függetlenségnapi ünnepségek. Az elmúlt 2 napban célzottan likvidáltuk a terroristákat. A művelet még tart, páncélos és tüzérségi erőink pedig a határnál maradnak, mondta a kormányfő. Ez a nő élete második szerelmét vesztette el, miután élettársa kocsijában rakéta csapódott. Néhai férje katona volt és 22 éve halt meg, amikor az 5 szállító helikopter összeütközött egy másikkal. Szabadon engedték Myanmarban a Reuters hírügynökség 2 újságíróját, akik több mint 500 napot töltöttek börtönben. Még 2017. decemberében vették őrizetbe őket, miután tényfeltáró munkájuk során bizalmas dokumentumokhoz jutottak hozzá. Azokról a bűncselekményekről akartak beszámolni, amelyeket a hadsereg követett el a muzulmán rohingyák ellen egy megtorló hadműveletben.
A két újságírót tavaly 7 év börtönre ítélték államtitok megsértésért, de most több ezer emberrel együtt elnöki kegyelemben részesültek. Ausztria fellebezése miatt elhalasztják Szlovákiában a Mohi atomerőmű 3-as és 4-es reaktor blokkjának üzembehelyezését. Az új blokkok nem júliusban, hanem legkorábban novemberben működhetnek, esetleg jövő márciusban. Nemrég egy osztrák lap arról számolt be, hogy rémisztő hibák vannak az új reaktorokban. Hajmeresztő hibák történhettek, nukleáris katasztrófával fenyeget a Mohi atomerőmű bővítése, a Kronenzeitung szerint. Az osztrák lapnak egy az erőműnél éveken át dolgozó technikus állítólag azt mondta, nem tud úgy élni, hogy tud a közvetlen veszélyről, de nem tesz semmit. Ezért valamint gyermekeire és lelkiismeretére tekintettel kipakolt. A lap forrása szerint a már bő 3 évtizede zajló fejlesztésben sokszor megfelelő képzettség nélküli munkavállalók vettek részt, a munkafolyamatok pedig nem voltak kellően összehangolva. Példaként említette a nyomáscsökkentő torony megerősítésére felszerelt acéllemezeket, melyeket több ezerszer átlyukasztottak, így kétséges, hogy funkciójukat mennyiben tudják betölteni. Ausztria számtalan alkalommal kritizálta a projektet. A héten Kurz osztrák kancellár például kijelentette, helyes döntés volt Szlovákia részéről az, hogy elhalasztják az újépítésű reaktorblokkok üzembehelyezését. Több felmérés szerint is az osztrák közvélemény élesen ellenzi a két ország határától alig 100 kilométerre található nukleáris erőmű üzemeltetését. Pozsony ugyanakkor belügyeibe történő beavatkozásnak tekinti Bécs megnyilvánulásait. Pellegrini szlovák kormányfő kijelentette, Sebastian Kurz túllép a hatáskörén, amikor keresztes hadjáratot hirdet a régiós nukleáris beruházások ellen. Több ezeren vonultak Prága és más cseh városok utcáira, hogy az új igazságügyi miniszter kinevezés ellen tiltakozzanak. A tüntetők szerint az új tárcavezető megakadályozná, hogy vádat emeljenek a miniszterelnök ellen uniós pénzekkel történő visszaélés miatt. A gyanú szerint Andrej Babishoz köthető cégek 10 éve mintegy 2 millió euróhoz jutottak hozzá jogtalanul. Újabb tüntetések voltak Csehországban az igazságügyi tárca élén történt személycsere miatt. A demonstrálók már múlt héten is tiltakoztak az új miniszter kinevezése ellen. Április 17-én a hatóságok csalással akarták megvádolni Andrej Babis miniszterelnököt, erre ő másnap lecserélte az igazságügyi minisztert egy újra, aki 2 éve azt mondja, hogy a kormányfő elleni eljárás politikai indítatású, mondta egy szervező. Babis 2017 végén lett kormányfő, de a cserendőrség és az EU csalás elleni hivatala már 2015 óta vizsgálja, hogy egy általa ellenőrzött cég illegálisan kapott-e támogatást az EU-tól. Nem foglalkoztam azzal, mekkora ellentmondás, hogy Babis kommunista volt, ügynöke volt az akkori titkos rendőrségnek, és most ő a miniszterelnök. Ez viszont elfogadhatatlan, mondta egy tüntető. A milliárdos Babisnak érdekeltségei vannak a médiában, az élelmiszer és a vegyiparban is. A miniszterelnök tagadja, hogy csalást követett volna el. Követeljük a kormány és a miniszterelnök lemondását, de jelenleg a legfontosabb célunk, hogy megvédjük az igazságszolgáltatás szabadságát és függetlenségét, mondta egy másik demonstráló. A tüntetők most többen voltak, mint múlt héten. A szervezők szerint csak Prágában legalább 20 ezeren, a rendőrség viszont nem közölt becslést a számukról. Legalább 58 ember meghalt Nigerben, amikor felrobbant egy tartálykocsi, amiből üzemanyagot próbáltak kiszivattyúzni helyiek. A jármű a főváros nemzetközi repterére vezető úton borult fel, 4 órával később pedig felrobbant, a hatóságok szerint egy motorkerékpár okozta szikrázás miatt. 55-en a helyszínen életüket vesztették, 3-an a kórházba haltak bele sérüléseikbe. A mentők 37 embert vittek kórházba égési sérülésekkel, közülük többeket válságos állapotban. Egy időre éjféli sötétség borult egy ausztrál városka napközben. A helyszínen készült videó felvételen látni, hogy egy közel 90 km/órás sebességgel érkező homokvihar beborítja a települést. A vihar közel 1 órán át dühöngött a területen, a környéken működő repteret le kellett zárni a rendkívüli helyzet miatt. És ezek voltak a világhíradó hírei mára. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a folytatásban is. További szép napot, szép estét kívánok, viszontlátásra!